Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Eperési Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megkezdte a munkát a polgármester. Mi várhat Szekszárdra a jövőben? Már költöznének. A szekszárdi könyvtárnak új otthona lesz. Folytatása magyar csapat nélkül. Ki hogy értékeli a labdarúgó Európa-bajnokságot? Tolna vármegye településein. Nyári táborok időszaka ez. Hivatalosan is megkezdte a polgármesteri munkát Berlinger Attila, Szekszárd megválasztott városvezetője. A politikus az aktualitásokról és jövőbeli tervekről számolt be. A június 9-i választások után Szekszárdnak újra van polgármestere. A kormánypártok jelöltje Berlinger Attila a szavazatok több mint felét begyűjtve lett a vármegyeszékhely vezetője. Közeledik az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk és a kitüntető díjak átadása. Ez minden évben egy nagyon fontos és szimbolikus esemény a város életében. A közgyűlés meg is hozta döntését, az előkészületeket és a kitüntetettek értesítését megkezdtük, tehát ebben a munkában is aktív szerepet kívánok vállalni. Az új polgármesternek át kell tekintenie a folyamatban lévő projekteket is. Ezekben a napokban tekintjük át ezeket az ügyeket, és én azt gondolom, hogy a harmadik dolog, ami ezzel összefüggésben van, hogy még a nyáron az új képviselőtestületi tagokat is bekívánom vonni ebben a munkában, akik ugyan majd csak október 1-től foglalják el a képviselőtestületben a helyüket, de ez az augusztusi és szeptemberi hónap pontosan jó lesz arra, hogy az az átadás átvételi folyamat, amelyet én most, mint polgármester már megkezdhettem, rájuk is vonatkozzon, és ők is ismerjék meg a város ügyeit, alakítsuk ki már azt a munkamenetet, amelyen sokkal gördülékenyebb és könnyebbé válik majd október 1-től a teljes felelősség átvétele. Az októberi új testület összetétele a mostanihoz képest jelentősen meg fog változni. A Fidesz-KDNP a megszerezhető 15 mandátumból 11-et gyűjtött be. Ahogy első napokban sikerült áttekinteni, a város gazdasági helyzete, pénzügyei viszonylag megnyugtató képet mutatnak, tehát ezt az évet, ezt a költségvetési évet nagyobb megrázkódtatás nélkül úgy néz ki, hogy meg tudjuk valósítani azokat a célokat, amelyeket korábban kitűzött a város, azok megvalósulhatnak. De egy érdemi előzetes munka most el kell kezdődjön, már akár a jövő évi költségvetés, vagy akár egy hosszabb ciklus áttekintése. Ebben például azok a projektek és azok a megyei források is, amelyek a TOP pluszban várhatóan azért a következő években is rendelkezésre állnak. Nagyon sok előzetes egyeztetést igényel például a vármegyei önkormányzattal is. A jövő évi költségvetésbe tartozó városi beruházásokat, projekteket ezekben a hónapokban is előkészítik, feltérképezik. Még üresen állnak a polcok a Szekszárdi Tudásközpont épületében, de az I. és Gyula könyvtár már nagyon várja, hogy elfoglalja ott új otthonát. Egy rendkívül esztétikus, zöld könyvtár valósul majd meg az olvasók, tanulók és a dolgozók részére, reményeik szerint minél előbb. Az I. és Gyula könyvtár mostani épülete már egyre kevésbé alkalmas arra, hogy ellássa azokat a közösségi feladatokat, ami a rendeltetése. A költözés már nagyon régóta napirenden van, először 1970-ben merült fel. Az elmúlt évtizedek során nagyon sokféle terv elképzelés született, hogy hogyan kerüljünk mi egy új épületbe. Ezt 2016-ban a Modern Városok Program keretében létrejövő tudásközpontnak a terve jelentette a megoldás számunkra, ami elkészült, most már lassan egy éve arra vár, hogy beköltözhessünk. Ez alatt az egy év alatt sok minden történt. Ez alatt az egy év alatt sikerült bebútorozni az épületet. Megkaptuk azokat a bútorokat, amire lehet át le költözni, viszont az a fajta közbeszerzés, ami a költöztetést segítő cég kiválasztását célozza, az kicsit elhúzódott. A döntés nemrég született, ami alapján a pályázók közül az első kettő legjobbat kiválasztották. Hogy a közbeszerzési törvény ezt írja elő, hogy legyen első-második helyezett, mind a kettővel már szerződés közeli állapotban van, hogyha az egyik valamiért kiesne, akkor a másik helyére tudjon állni. A tényleges szerződés kötésig meg kell várnunk a kötelező terminusokat. Hogyha nincs semmifajta jogorvoslati kérelem,
nincs vita a közbeszerzés lefolytatása kapcsán, akkor ez 10 napon belül meg kell, hogy történjen. Amint megkötik a szerződést, elindul a nem kevés kihívással járó költözési folyamat. Sok szempontból összetett, hisz a könyvtárnak az állománya az több mint 300 ezer tétel. Ez folyóméterben úgy kell elképzelni, mintha körülbelül 6 kilométer hosszasan egymás mellé raknánk az összes dokumentumot, és akkor ezt kéne megmozgatni. Ez mondjuk tonnában több 10 tonna. Ez egy súlyos fizikai munka, másrészt viszont nagyon komoly szakmai elvárásaink vannak a költöztető céggel szemben. Tudnélik, hogyha valaki ezt a több 10 tonnát átrántja ide, és fölrakja, de nem rendbe teszi, akkor az olyan, mint a tönketették volna a könyvtárat. Tehát nekünk nyilván az egy nagyon fontos szempont, hogy a könyvtári rendet megtartva, a könyvtár valóságos értékét jelentő könyvtári szabályoknak megfelelő rendben költözzünk át. Ez egyszerre nehéz, tehát egyszerre egy fizikai munka, és egyszerre egy szellemi tevékenység. Tetejében az meg nagyon megnehezíti ezt az egész folyamatot, hogy több helyről kell költözni. Az épületben mindent megtettek azért, hogy maximálisan kiszolgálják a jövőben a tanulókat, olvasókat, érdeklődőket. Remekül kialakított privát légkörű olvasóhelyiségekkel, tágas, világos terekkel, kreatív elrendezéssel, és még egy média lejátszó szobával is találkozhatunk, ahol egy több mint 1000 darabos bakelit gyűjteményből válogathatnak majd a zenehallgatás szerelmesei. Elhunyt Friedman Tamás, a szekszárdi izraelita hitközség elnöke és a szekszárdi magyar-izraeli baráti társaság vezetője. Élete során rengeteg munkát fektetett abba, hogy a mai generációval megismertesse a zsidóság múltját és a holokauszt túlélők életét, emberi sorsokat. Programokat, kulturális eseményeket kezdeményezett nemes céljai érdekében azért, hogy egy jobb közösséget, világot teremtsen. Egy súlyos, rövid lefolyású betegség ragadta el őt 2024. július 4-én. Két baleset is történt a Vármegyében július 4-én. 17 óra 33 perckor a 61-es főút 33-as kilométer szelvényében Simontornya térségében történt pályaelhagyásos incidens, amelyben ketten könnyebben megsérültek. A szakaszon a gépjárművek félpályán rendőri irányítás mellett haladtak, majd 19 óra 45 perccel ismét teljes szélességében járhatóvá vált a főút. Körülbelül ugyanebben az időpontban a 61-es főút 89-es szelvényében pedig Dombovár térségében egy autós lehajtott az útról. A helyszínelés és műszaki mentés után a forgalom újra zavartalanná vált. A versenykiírásnak megfelelően a szövetségi kapitány, a szakágvezető és a futszálbizottság döntése alapján megválasztották a 2023-24-es kiírás legjobbjait. A tolnamőzsi csapatból 3-an is díjban részesültek. Az idény legjobb kapusának Decki Vandát választották. A bajnokság gólkirálya 28 találattal Folk Zsuzsanna lett, míg a legjobb vezetőedzőnek járó elismerést Reveland Zoltán tudhatja magáénak. A TFSL-ben szereplő és a bajnoki döntő utolsó mérkőzésén 7-szer is betaláló Kota Gabriella kapta az év legjobb játékosa címet. Július 5-én rövid szünet után a negyed döntőkkel folytatódik a németországi labdarúgó Európa-bajnokság, immár a magyar válogatott nélkül. Hazánk nemzeti 11-e a csoportmérkőzések után búcsúzott a kontinens tornától. A magyar csapat teljesítményéről kérdeztük a szekszárdiak véleményét. Nagy volt az öröm az egész országban, amikor a magyar labdarúgó válogatott az utolsó percben szerzett góllal legyőzte Skócia nemzeti együttesét. Ez a felvétel a szekszárdi szurkolói teraszon készült. A rajongók ekkor még bizakodhattak a továbbjutásban, azonban az ezt követő eredmények rosszul alakultak számunkra, így búcsúztunk a németországi labdarúgó Európa-bajnokságtól. Kiestek, igen, de ugye nekem nem ez a fő sportom, amit igazából követek, úgyhogy ennyit tudok, hogy kiestek ide korán. De magyarok vagyunk, úgyhogy tartsunk össze, és örüljünk neki, hogy ideig is eljutottunk. Én nem bántam őket, annak is örülni kell, hogy kijutottak az EB-re. A Vártnál kicsit gyengébben szerepeltek véleményem szerint az EB-n. A meccsek nem olyanok voltak, amit előre gondoltam vagy vártam, de az összességében
előtte a menetelésnek, hogy kijutottak az EB-re, az szép volt. Az EB szereplés az előzetesek alapján egy nagyon picit csalódás szerintem, de ha összességében belegondolunk, meg összehasonlítjuk a csoportban lévő csapatok erőviszonyát, amilyeinkkel, én úgy gondolom valahol ez a realitás. Kicsit túlértékeltük, mert a selejtezőkben jól szerepeltünk, meg hát úgy is mentek ki a fiúk, hogy minél jobb eredményt szeretnének elérni. Én úgy gondolom, hogy valahol ez a realitás. Bízunk benne, hogy a világbajnokságra is sikerül kijutnunk, és ott azért sikerül tovább jutnunk. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ az Európa-bajnokság idejére óriás LED fallal felszerelt, szurkolói teraszt alakított ki, csak úgy, mint 2016-ban és 2021-ben. A drukkerek idén is szívesen járnak ki a közös mesnézésekre. Én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Tényleg mindig minden körülmények között vannak, akik a meccseket követik. Nyilván Magyarország mellett megvannak mindenkinek azok a csapatok, amelyeket favorizál, és azokat a csapatokat végigkíséri, és a szurkolói teraszon drukkol a kedvenc csapatának. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sikerült egy jó közösségi programot szerveznünk megint. Tényleg egy olyan programot, amiért érdemes útra kelni, és amikor meccs van, akkor bemenni a Garai térre, bemenni a belvárosba. Janó Attilánné megválasztott szekszárdi önkormányzati képviselő is a közösségi élményt emelte ki. Örülök ennek a lehetőségnek, hogy itt a Garai téren van ez a szurkolói terasz, és én egyébként hétközben szoktam látni az embereket napközben is, hogy olyan szívesen ülnek le oda, és újságokat olvasnak, meg fogyasztanak, beszélgetnek, és annak viszont tényleg örülök, hogy van ez a lehetőség, mert hogy ők együtt ünnepelnek, együtt örülnek, és ez a közösséget építi, és az összetartást erősíti. A kontinens torna pénteken és szombaton a negyed döntőkkel folytatódik. Elfogták a dombóvári rendőrök azt a környékbelit, aki május vége óta legalább 4 bűncselekményt követhetett el a városban. A napokban tett feljelentést két sértett is ismeretlen tettes ellen, mindkettőjüknek a pénztárcáját lopták el. Egy nő még május végén fordult a rendőrséghez, ugyanis egy férfi becsapta őt, aranykarkötő helyett bizsut adott el neki 51.000 forintért. Egy másik besurranás is a gyanúsított számlájára írható. Szintén május végén egy hivatlan látogató elvitt egy mobiltelefont töltővel együtt egy ingatlanból, amíg annak tulajdonos a szomszédban tartózkodott. Őt 45.000 forinttal károsították meg. A férfi mind a 4 bűncselekményt beismerte. Ellepték a boszorkányok pusztahencsét. Július 6-án falunapot tartanak a településen, ahol főzőversennyel, kutyás bemutatóval és koncertekkel is várják az érdeklődőket. A kíváncsiabbak már most is megtekintetik a boszorkányokkal díszített utcákat. A Bogyiszlói Csillagvirág tanóda meghívásának tettek eleget a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szakemberei. A tábor június 4-i napján rendészeti programokat szerveztek a tanodások. Rendőrségi kutyás és fegyverzett technikai bemutatókat tartottak, valamint prevenciós témájú ügyességi versenyeket is. A mobil bűnmegelőzési centrum busza is a helyszínre érkezett, továbbá a rendőrautóba is beültek a gyerekek. Elkezdődött a nyár, ezzel Tolna vármegye településein a nyári táborok időszakába érkeztünk. Minden korosztály talál érdeklődésének megfelelőt, hiszen igen széles spektrumú a kínálat. Dombóváron és Gunnarasban járt stábunk. Dombóváron a színházteremben a fiatalok a tábor ideje alatt megélt élményeiket foglalták össze egy rövid előadás formájában egymásnak, illetve azoknak a helyieknek, akik eljöttek a művelődési házba. Alapvetően egy témafüzettel jövünk, a kicsik külön, a kamaszok másik témával dolgoznak, délelőtt blokkoznak, leginkább ez beszélgetést, kisebb játékokat jelent, délután pedig különböző szabadidős programokkal készültünk nekik, akár helyismereti nappal, akár sorversenyekkel, akár egy délutáni akadályversennyel, a tó körül, különböző programok. Belus Bencét a több évtizede működő közösség Szent János Bogár táborának céljáról kérdeztük. A célja alapvetően a gyerekeknél egy közösség kialakítása, a vallásnak és a hitnek az elmélyítése, és mindennek az egésznek egy közösségben való megélése és egy lelki és személyi fejlődés. Dombóvárról Gunaras felé vettük az irányt, ahol egy olyan társaságot látogattunk meg, akik különböző gyöngyfőzési technikákkal foglalkoztak egy héten keresztül. Ebben a táborban ugye népi és modern gyöngy ékszer készítő
tábor ez, amilyen vagyunk. A fő profil az két nagyobb tájegység, az egyik az egy dél-amerikai szaragúró népcsoportra alapuló gyöngyékszerek, és a másik pedig az ukrán gyöngyök. És a harmadik pedig ugye a modern gyöngy, ami az az a világ méretű, vagy hogy mondjam, de ott az mindenhol ugyanolyan. Modern gyöngyökből készülnek karkötők, medálok, fülbevalók. A szintén népi iparművész is szeret újdonságokat tanulni alkotótársaitól. Hát ebben a táborban két tűs technikát tanulunk, ami viszonylag szokatlan a magyar gyöngyfűzés, vagy gyöngyfűzéssel foglalkozók körében. Itt ez a fő téma most. Nagyon érdekes a technika, picit szokatlan nekünk, de érdemes megtanulni mindenképpen, mert akár a kézügyességet is javítja, akár a memóriát is javítja, úgyhogy érdemes vele foglalkozni mindenképpen. A közösség egyetlen férfi tagja a népi gyöngyöket szereti készíteni, a sárközi vagy az ukrán a kedvence. Szerintem nagyobb kihívás, mint egy modern ékszer elkészítése, és én szeretem a kihívásokat. Az utolsó napon a résztvevők kiállítják az újonnan elsajátított technikákkal készült ékszereket, tárgyakat. Mutatjuk a régió híreit. Balaton is tégek. A vízügy megszünteti a lezárást a bejárókon. Vissza a startvonalhoz az időközin. Újra jelölteket kell állítani Pécsen a 15-ös körzetben. A világ minden részéről érkeznek Pécsre. Indul a nyári egyetem kurzusokkal, programokkal. Folyamatosan bontják vissza az engedély nélküli lezárásokat a vízügy munkatársai a balatoni stégeknél. Tavaly kezdődött az illegális lezárások felszámolása, megszüntetése a Balatonnál. Jelenleg a déli parton és a keleti medencében vízi bejáróval vagy horgásztéggel rendelkezők számíthatnak ellenőrzésekre és szükség esetén bontásokra is. Akinek stégje bejárója van a Balatonon, annak mederhasználati szerződéssel kell rendelkeznie, amelyet a vízügyi igazgatósággal köt. Ebben a szerződésben külön pontként szerepel, hogy kaput, lakatot nem helyezhet el az építményre, mert a szabad bejárást mindenki számára biztosítani kell. Ennek ellenére sok helyütt lezárt bejárókkal találkozhatott az elmúlt években mindenki. A jogszabályt sértő lezárásokat tavaly kezdték el bontani a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai a keleti medencében. A munka az idén is folytatódik. Stégbontások azért még vannak Kenese térségébe. Kenese Füstfő között ott még tart az illegális stégek elbontása, de döntően most a déli parti lejárókra koncentráltunk. A mederbérleti szerződésnek külön passzusa kimondja, hogy a bejáró stégre, amennyiben közterülethez csatlakozik, vagy állami, vagy önkormányzati tulajdonban nem helyezhető el kapu. Ezeket a kapukra vonatkozóan felszólított levelet teszünk ki a stégekre, és adunk nekik türelmi határidőt, illetve jelezhetik, hogyha egy kicsit később, 5-10 napos határidő, de ha jelzik, hogy később tudják, akkor természetesen nem. Amiben letelik a határidő, és nem jelentkeznek, úgy kollégáim ezeket a kapukat eltávolítják. Az esetek többségében mintegy 60-70%-ban azonban a tulajdonosok maguk is jobb belátásra térnek, és nem várják meg, míg a vízügy munkatársai bontanak. Ha mégsem a tulajdonos bont, a szakemberek akkor is figyelnek arra, hogy a lehető legkisebb kár keletkezzen. Azért kollégáink a kapukat úgy emelik le, hogy a zsanérról kiemelik roncsolásmentesen, tehát elméletileg nem olyan jelentős a költség, de szeretnénk végigmenni és utána utóellenőrizni, hogy ténylegesen ezt a fajta bejárhatóságot, Balaton megközelíthetőséget mindenki biztosítsa. A lezárások feltérképezésénél a szakemberek illegális vagy nem megfelelő méretű vízi bejárókkal, stégekkel is találkoznak. Utóbbi esetben felszólítják a tulajdonost, hogy a szerződésben meghatározott méretűre alakítsa stégjét, míg az engedély nélkül épített bejárókat elbontják. Időközi egyéni képviselő választást tartanak Pécsen szeptember 22-én, döntöttek a helyi választási bizottságon. Mint ismert, szavazategyenlőség miatt nincs nyertes az egyik választókerületben. Az új voksoláson azonban mindenki tiszta lappal indul, akár új jelölteket is állíthatnak a pártok, szervezetek.
Ez a pécsi 15-ös egyéni választókerület június 9-i szavazásának végeredménye. Hihetetlen eredmény született az önkormányzati választáson. 1224 voksot kapott két jelölt is, amivel az élen végeztek. Így eredménytelen lett itt a választás. A szavazat egyenlőség maradt, a jogorvoslati kérelemnek nem adtak helyt. Nem volt újra számlálás. Így időközi választást kell kiírni. Ennek időpontja szeptember 22-e. Pécs jegyzője, a helyi választási iroda vezetője azt mondja, ez nem olyan lesz, mint a megismételt szavazás. Újra kell a jelölő szervezeteknek magukat regisztráltatni, nyilvántartásba vetetni, újra kezdődik a jelölti ajánlásgyűjtés és jelöltállítás, ennek eredményeként pedig a jelöltek nyilvántartásba vétele. Ugyanígy a választás napjához képest mínusz 50 nappal korábban kezdődően kampányidőszakra is sor fog kerülni, és ez egy teljesen új szavazási procedúra lesz, amelynek az eredményeként fogja majd a mandátumát elnyerni a közgyűlés 24. képviselője a pécsi 15-ös számú egyéni választókerületben. Ez azt jelenti, hogy elméletileg új jelöltek is felbukkanhatnak. Júniusban 6 lehetséges képviselő személyére szavazhattak a kerület választópolgárai. Ez a szám változhat szeptember 22-ére. Ez csak a jelölő szervezetektől függ. Új lappal indul mindenki. A választólistát is frissíteni kell, tudtuk meg Lovász Istvántól. A névjegyzék vezetése ilyenkor tiszta lappal újra kezdődik. A szavazóköri névjegyzéket a helyi választási iroda fogja vezetni, az érintett választópolgárok, azok a Nemzeti Választási Iroda közreműködésével postai úton újra értesítőt fognak kapni a szavazás napjáról, illetve a szavazási tudnivalókról. Ennek az adattartalma egyébként hasonló, azonos lesz, mint a június 9-i választást érintően, de most nem mind a 115 ezer nyilvántartásba vett, névjegyzékbe vett pécsi választópolgár, hanem csak a 15-ös körzetben szavazásra jogosult pécsiek kapnak ilyen értesítőt. Közben az érvényes eredménnyel rendelkező körzetek egyéni képviselőit és a kompenzációs listán nyertes képviselőket is fogadták szerdán a pécsi városházán. Hétfőn 16 órakor emelkedett jogerőre a kompenzációs listán kiosztott mandátum, mind a 7 mandátum. Ilyen módon a tegnapi napon történt meg a város 2024-2029-es önkormányzati ciklusra megválasztott képviselőinek a mandátum levél átadása itt a városházán a közgyűlési terembe. Ugyanakkor a közgyűlésnek a 24 tagja közül, az október 1-ével hivatalba lépő 24 képviselő tagja közül csak 23-an vehették át a megbízó levelüket. A pécsi 15-ös választókerület nyertese lesz majd a 24. önkormányzati képviselő a pécsi közgyűlésben a szeptember 22-i választás után. Érdekesség és esély csak matematikailag van rá, hogyha újra a szavazategyenlőség lesz és érvénytelen marad a szavazás, akkor újra meg kell ismételni azt. De erre a közel 7000-es választókerületben kicsi az esély, hiszen egyetlen szavazat is dönthet az elsőségről. Összesen 6 nyári egyetemet szervez idén a PTE Nemzetközi Igazgatósága. A Pécs Summer School program keretében kerül erre sor, melyen 4 kontinens, közel 200 hallgatója vesz részt. A fiatalok kurzusok mellett helyi programokon ismerhetik meg Pécset és Baranyát. Közös fotóra álltak össze a pécsi nyári egyetemre érkezők csütörtök délelőtt. A világ minden részéről jöttek, hogy kurzusokon és különböző programokon vegyenek részt. Az idén nyáron 6 nyári egyetemet szervezünk a Pécsi Tudományegyetemen a Pécs Summer School program keretén belül. Közel 200 hallgatót várunk, akik 48 egyetemről érkeznek, 4 kontinensről, a világ minden részéről. A mai nappal megkezdődnek a 4 hetes programjaink, jövő héten kezdődnek újabb programok, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen nagyszámú hallgatót fogadunk ilyen sok különböző országból és különböző partneregyetemekről. A programok nagyon változatosak, van, akik az európai kultúráról, európai tanulmányokról tanulnak, vannak, akik vezetői ismereteket fejlesztik, van, akik a nemzetközi jogról sajátítanak el bővebb ismereteket, és vannak, akik Vita Akadémián vesznek részt az elkövetkezendő pár hét során.
Az egyetem Ránkóczi úti dísztermében kaptak tájékoztatást a résztvevők, hogy mire számíthatnak Pécsen. A közös nyelv az angol, hiszen sok ország szülöttjével kell megtalálni a közös hangot a következő időszakban. 22 országból érkeznek a hallgatók, Amerikából érkezett egy nagyszámú csoport, Nagy-Britanniában most először fogadunk szintén egy nagyszámú csoportot, de vannak hallgatóink Kanadából, Indonéziából, Indiából, Gánából, Európa különböző országaiból. Tehát nagyon-nagyon sok helyről érkeznek a hallgatók, és ez nagyon nagy örömmel tölt el bennünket. A képzési programokon túl ízelítőt kapnak az európai és a magyar kultúrából. Jó lehetőség ez arra, hogy az országot, azon belül Baranyát megismertessék velük. Nagyon fontos számukra, hogy Európában vannak, hogy megismernek egy ilyen gyönyörű várost, mint Pécs, megismerkednek Magyarország kultúrájával, és az is nagyon fontos számukra, hogy nagyon sok programot szervezünk számukra az oktatás mellett. Tehát így részt vesznek sárkányhajóversenyen, szervezünk nemzetközi estet számukra, kvízestet, megmutatjuk nekik Pécs nevezetességeit, kivisszük őket a megyébe is nagyon sok kirándulásra, úgyhogy egy nagyon komplex csomagot kapnak, amit ők évek óta nagy örömmel fogadnak. Az itt elvégzett kurzusokat ősszel visszatérve az anyaegyetemükre elismertethetik, így krediteket kapnak a Pécsen tanultak után. Ezen kívül az itt kapott élmények hatására pozitív kép alakul majd ki bennük Baranyáról, egész hazánkról. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Megkezdte a munkát a polgármester. Mi várhat Szekszárdra a jövőben? Már költöznének. A szekszárdi könyvtárnak új otthona lesz. Folytatása magyar csapat nélkül. Ki hogy értékeli a labdarúgó Európa-bajnokságot? Tolna vármegye településein. Nyári táborok időszaka ez. Szombaton ország szerte 30 fok fölé, délen néhol 35 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A napsütést változó erősségű fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja időnként, de ebből csapadék nem valószínű. Vasárnap tovább növekedhet a hőség. Nagyobb területen várható 34-35 fokos maximum, míg északnyugaton lehet a legkevésbé meleg. Hétfőn hazánkon átvonuló hidegfront okozhat szeles, de alapvetően napos időjárást. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!